A Déli Farm Kft. A 28. alföldi állattenyésztési és mezőgazdasági kiállításra önálló standdal jelentkezett. Milyen termékeket hoztak ide a kiállításra Hódmezővásárhelyre? Erre a kiállításra már a 28. alkalommal vagyunk itt, tehát kezdettől fogva jelen van a Déli Farm Kft. És két nagy üzletágunk van, az egyik a takarmányozás és tenyésztési szaktanácsadás, erre épül egy kereskedelmi tevékenység, takarmányoknak, különböző takarmánykiegészítőknek a forgalmazása, amiközött nagyon sok saját receptúrás termék van, amit mi magunk gyártatunk. Ez az egyik termékkör, amit kihoztunk a kiállításra. A másik nagy üzletágunk pedig az állattartási eszközöknek a forgalmazása. Ez jellemzően a haszonállattartáshoz kapcsolódó termékkört jelenti. Minden, ami az állategészségügyel, állattartással, etetéssel, itatással kapcsolatos termékkör, vagy akár a villanypásztorrendszerek, amelyek ugye akár az állattenyésztőket, akár a növénytermesztőket segíti így a napi munkájukban. És ez az a termékkör, amit még ezen a kiállításon megjelentetünk. A haszonállatos palettán kívül milyen termékkörrel foglalkoznak még? Foglalkozunk a lósporttal és a lótartással kapcsolatos termékekkel is, és valamint a lovassporthoz kapcsolódó felszerelések, lovasruházat, vagy akár a patkolási felszerelések, valamint a kisállatos termékvonal is megtalálható a palettánkon, úgyhogy a kutyáknak, macskáknak bármit tudunk értékesíteni. A második napján vagyunk a kiállításnak. Mi az eddigi tapasztalat? Az eddigi tapasztalat az az, hogy a villanypásztorrendszereket és a haszonállattartáshoz kapcsolódó termékeket keresik a vevőink, és a cégünk koncepciója az, hogy ha már vásár, ha már kiállítás, akkor értékesítsünk a partnereknek, a vevőknek, hiszen ők szeretik a vásárfiát hazavinni. És nyilván a tájékoztató anyagok, a szóróanyagok is főleg ezt célozzák meg, úgyhogy itt a standon is több mint 20 oldalas szóróanyaggal látjuk el a partnereket, amiben a termékeinkről tudnak tájékozódni, valamint hostessek segítségével itt a vásár területén is tájékoztató anyagokat szórunk szét.